Kedves érdeklődők, kedves diákok, kedves leendő hallgatóink, nagy szeretettel köszöntelek benneteket a kar vezetése nevében. A mai alkalommal nagyon röviden szeretnénk nektek bemutatni, hogy a Juhász Zsolt Pedagógus Képző Karon milyen képzési lehetőségeket tudunk a számotokra nyújtani, szolgáltatni, illetve az előadás után mindenkit szeretettel várunk lent a standnál, ahol hallgatóink is ott vannak, kollégáink ott vannak, és mindenkinek a részletkérdéseire nagyon nagy szeretettel válaszolnak. Én nagyon röviden magáról az intézményről, vagy a karról szeretnék beszélni, mondjuk úgy egy kicsit kettcsinálóképpen, és mi az, amit elmondhatnék magunkról érdeklődőknek. Amit én mindenképpen kiemelnék, az egyrészt az, hogy ez a kar, ez az ország legrégebbi pedagógus képző intézménye. Tehát ha valaki hozzánk jön, majd nyugodtan mondhatja, és hallgatóink büszkék is erre, hogy ezt az intézményt még 1873-ban alapították, akkor még Budapesten, és 1928-ban helyezték át Szegedre, és azóta itt van most már 91 éve Szegeden, és azóta tanárképzéssel, tanítóképzéssel, pedagógus képzéssel foglalkozik, ez a fő profilja, tehát intézményünknek ez egyik jellemzője, ez a nagy múltja és nagy hagyományai, pedagógiai hagyományai. A másik, ami ebből is fakad, a képzéseinknek a minősége, hogyha böngészitek a különböző rangsorokat, a figyelő vagy a HVG-nek a különböző felsőoktatási rangsorait, ott lehet látni, hogy a pedagógiai területen is egy piacvezető karról van szó. Szóval, hogy néhány példát mondjak, ez majd a diákban látszani is fog a szakoknál. Nagyon büszkék vagyunk erre, hogy például a tanítóképzésünk már évek óta vagy az abszolút első helyen szerepel, vagy második helyen az ELTE mögött, tehát mondhatni, hogy a vidék legjobb tanító képző intézménye vagyunk, de igaz ez a gyógypedagógiára, amely évek óta az ELTE után a második ezekben a rangsorokban, tehát a vidék legjobb gyógypedagógus képző intézménye, óvópedagógiánál, sok szakunknál ez elmondható. Ez mindenképpen fontos, hiszen ez egyrészt a képzésünk minőségéből fakad, másrészt pedig abból ezeket a rangsorokat úgy számítják, hogy hozzánk nagyon jó hallgatók járnak, tehát olyan hallgatók, akik jó pontszámmal kerültek be összességébe az intézményünkbe, tehát a más pedagógus képzőkkel szemben a mi hallgatóink okosabbak, szebbek, sokkal jobbak, és nagyon szeretjük is őket ezért. Amit még a karról, vagy az intézményünkről ki szeretnék emelni, az, hogy nagyon-nagyon nagy a képzési portfólium. Nagyon sok képzésünk van. Ez egyrészt azért jó, mert ilyen tájékoztatókon majd dékán helyettes úr itt meg fogja mutatni a szakokat, meg a standon sok színes szórólapunk van. Azonban azért is jó, mert a nálunk lévő hallgatók több szakot is el tudnak végezni. Ugye ezt tudjátok, hogy van 12 fél év állami támogatása ma egy mai magyar fiatalnak, amikor jön a felsőoktatásba. Nálunk lehetősége van arra, hogy mondjuk elvégez egy szakot, pedagógiai, tehát mondjuk egy tanítószakot, vagy óvóképzőszakot, és még utána egy mesterszakot is el tud végezni, vagy egy másik szakterületet el tud végezni. Vannak felsőoktatási szakképzéseink, ahol informatikai, meg ilyen televíziós műsorkészítő egyéb képzések, amiket ugyancsak el lehet végezni. Tehát van arra lehetőség, hogy a nagyon nagy
képzési portfólióba hallgatók több szakot is elvégezzenek, illetve akár váltsanak, mert menet közben valaki rájön, hogy mégse óvónéni, hanem tanító bácsi szeretne lenni, akkor tud váltani, ugye ma már minden lehetséges. És ezt mindenképpen kiemelném. És amit még nagyon fontosnak tartok a karunkról kiemelni, ezt majd látni fogjuk a Hallgató Önkormányzat elnökének a prezentációban, hogy nálunk egy nagyon hallgatóbarát légkör van. Ez is az intézményünk hagyományaiból származik, hiszen mi mindig pedagógiával foglalkoztunk elsősorban, és pedagógus és tanárképzéssel. És a mi karunk hagyományaiban ez nagyon fontos. Egyrészt nagyon gyakorlatorientáltak a képzéseink, tehát hiszünk abba, hogy nem elsősorban csak elméletben kell megtanítani azt, hogy mit kell csinálni, hiszen ti gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek lesztek, ott nagyon fontos a gyakorlati tudás is, tehát nagyon erőteljes a gyakorlati képzésünk, és nekünk nagyon fontos, hogy minden hallgatót segítsünk, mentoráljunk, hogy el tudja jutni a diplomáig, meg tudja szerezni a diplomáját, tehát egy nagyon jó légkör van az oktatók és a hallgatók vonatkozásában is, hogy legalábbis erre nagyon törekszünk. Ennek köszönhető, hogy a mi hallgatóink, aki már egyszer járt a Juhász Gyulára, az mindig visszajön hozzánk különböző szakokat még elvégezni, meg később már idősebbként továbbképzéseket, vagy szeretnek itt maradni a karunkon dolgozni. Erre a legjobb példa vagyok én, meg DK1-es úr kollégánk, mi is ide jártunk, én már elég régen, meg sem mondom az időpontot, de én is tanárképzős hallgató voltam a Juhász Gyulán, és úgy itt maradtam a karon dolgozni, ahogy a DK1-es úr is. Tehát ez is jellemző, hogy olyan oktatóink vannak, akik ugyancsak ide jártak, ismerik a diákokat, ismerik a hagyományainkat, és ez így évről évre öröklődik. Úgyhogy ha én kedvet szeretnék csinálni, akkor azt mondanám, van egy szlogenünk, hogy nálunk a hallgató az első. Én nagyon remélem, és ez látszani fog majd akár a HÖK prezentációjából is, hogy a légkört is igyekezünk a karon nyújtani, hogy tényleg jó és emlékezetes diákéveket töltsetek el nálunk. Hát én röviden ennyit szerettem volna mondani, illetve amit még mindenképpen szeretnék kiemelni, hogy tényleg a Stannál mindenkit szeretettel várunk, illetve van egy Facebook csoportunk is, ez a Legyél Te Is Gyugyus, ugye, ha jól emlékszem, a Facebook csoportnak a neve. Erre rá lehet keresni, lehet csatlakozni, ott nyugodtan írhattok nekünk, visszaírunk, válaszolunk a kérdéseitekre a későbbiekben is, úgyhogy ezt fontosnak tartottam még elmondani, és tényleg böngészétek a lehetőségeket, érezzétek jól magatokat itt nálunk még vendégként az egyetemen, és remélem, hogy majd a jövő szeptemberi tanévnyitó ünnepségen, amikor ugyanitt állunk, akkor milyen szép talár lesz rajta, milyen lánccal, meg egyebek. Ott már úgy tudlak benneteket majd köszönteni, mint a JGPK első éves hallgatóit. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok nektek! Köszönjük szépen, dékán úr! Dékán úr azt említette, hogy ő maga is, és én magam is ennek a karnak voltunk a diákja. És ezt azért tartjuk egy fontos dolognak, mert hogyha megnézzük az intézményünket, akkor amivel minket jellemeznek a más felsőoktatási intézmények, vagy a munkaerőpiaci szereplők, vagy a felsőoktatási rangsorok, az, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy hallgatóbarát, humanista szellemű képzéseket folytatunk számos szakunkon, és ugyanakkor pedig a hallgatókat arra is mentoráljuk, hogy a munkaerőpiaci sikerességben és a boldog életben is megtalálják mindenki a saját hivatását, a saját boldogulását. Ez az, amit úgy hívunk mi, hogy a felsőoktatás hozzáadott értéke. Megérkeznek a felsőoktatásba, és 3-4-5 év múlva pedig onnan kilépnek egy alap, avagy egy alap és egy mester végzettséggel, és a kettő között történik az, ami a felsőoktatás hozzáadott értéke. A mi karunk esetében azok a fiatalok, akik a diplomáinkkal rendelkeznek, induló fizetésben 100.000 forinttal magasabb bérbevételekkel bírnak a munkaerőpiacon. Ha megnézik a diplomás pályakövető rendszernek az adatait, akkor ezt láthatjuk. Itt majd lesz egy néhány olyan ábra, amely azt mutatja,
hogy ugye szoktuk azt mondani, hogy jó bornak nem kell cégér, de mégis büszkék vagyunk azokra az eredményekre, hogy jó néhány képzésben hazánkban nem csak hogy dobogós, hanem hogy piacvezető az intézményünk, a karunk. Teszem hozzá, hogy ugye dékán úr említette, hogy a beiratkozáskor, a tanévnyitó ünnepségen itt fogunk ülni majd Talárban, amikor reményeink szerint önökkel is találkozhatunk, és majd 3 évvel később önök fognak itt ülni Talárban, ugyanebben a teremben, amikor a dékán úr majd gratulál a diplomásoknak. Ez is a karunk szellemiségét mutatja, és azt, hogy ez a 90 év, amelyet Szegeden töltöttünk, ez nem csak, hogy sok tapasztalatot ad, és nagy felelősséget is, hiszen a piacvezetőnek egy nagyon komoly felelőssége is van, hanem azt is mutatja, hogy az a közel 150 ezer hallgató, amely hallgatója volt az intézményünknek, ez a számadat, ez nem hazudhat a tekintetben, hogy boldog, tartalmas és örömteli diákéveket töltenek itt, és olyan dolgokkal töltekeznek, amely későbbi életük során is hasznos lehet. Lássunk egy foglalatát a karunkon folyó képzéseknek. Szeretném elmondani azt, hogy a karunknak, a Juhász Gyula Pedagógus Képző Karnak a pultja lent a jobb oldalon, az ötödik a sorban, tehát az ötödik elem a karunknak a pultja. Részletes információkkal természetesen ott ifjú kollégáink, kortárs segítők, hallgatótársaik, vagy leendő hallgatótársaik, ott, és mi magunk is ott állunk majd a dékán úrral, és akkor válaszolunk az önök kérdéseire. Most itt természetesen idő hiányában azért egy elég tempós előadást kell tartanom. Kezdjük az alapszakokkal. Először is a pedagógus képzési területnek a szakjaival. Kezdjük gyógypedagógia szak. Itt ennek a szakkártyáján már is látjuk azt a két kimagasló eredményt, amit ugye ezeket rá szokták tenni, tehát nem csak a Szentkirályi Ásványvízen szerepel, hanem az egyes felsőoktatási intézményeknek a szakkártyáin is. Itt nálunk is láthatók, hogy hol első vagy második helyezett az adott szakunk. Gyógypedagógia, nagyon gyakorlatorientált képzés. Egyébként maga a munkaerőpiaci beválása és elhelyezkedése igen komoly. Ebben a pillanatban közel 4000 gyógypedagógus hiány van Magyarországon. A második ilyen pedagógus képzési területrehez tartozó szakunk az óvodapedagógia. Itt is egy 6 fél éves alapszakról beszélhetünk. Ez a szak az alkalmazott pedagógiai intézetnek a képzésében történik a karunkon. Szociálpedagógia. A szociálpedagógusok azok, akik egészen a gyermekkortól felnőttkorig, ide tartozik a szenior edukáció is, foglalkoznak pedagógiai kérdésekkel, gyermek- és ifjúságvédelemmel, támogató foglalkozásokban. Tanító alapszak, azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy ez a szakterület az intézményünk egyik zászlós hajója, a Szegedi Tudományi Egyetemé is, és a Juhász Gyula Pedagógus Képző Karé is sok év óta a vezető helyen szerepel a felsőoktatási rangsorokban. Több választható műveltségterülettel vehető fel ez a szak, tehát aki tanító szakra bejön, az választhat magának egy olyan műveltségterületet, amivel nem csak a tanító 1-4, hanem 5.-6. osztályban még szaktárgyak oktatását is elláthatja. Nemzetiségi szakirány, egyetemünk regionális szerepköréből adódóan több olyan szak is lesz itt, amely a hazai, illetve a határon túli nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozik. Ilyen módon a német, a román és a szlovák nemzetiségi tanítói szakirány, ez Magyarországon egyébként egyedülálló. Nemzetközi szerződések támogatják ezt a képzést, és a gyakorlat is ebben a nagyon fontos területen zajlik. Sporttudományi területek szakjai következnek, az első az az edzőszak. Azt kell mondanom, hogy a 60-as évektől kezdődően számos olyan sportvezetőt, sportegyéniséget, és nem csak az egykori győri polgármesterre gondolok, hanem számos más
sportvezetőt, olimpiai bajnokokat, világbajnokokat, a fiatalabb generációból például Vajda Attilát tudnám sorolni, de sorolhatnánk a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda válogatott egyes tagjait is. Tehát e képzésben tulajdonképpen a TF-nek egy versenytársa, vetélytársai vagyunk. Sport és rekreáció tervezés. Ez az a szak, amely a sporttudományi területnek a szolgáltató üzletágába biztosít átmenetet. Ugye tudjuk, hogy manapság napjainkban a well-being, a wellness, a mindfulness, ezek nagyon fontos tényezők és egy nagyon komoly üzletág. Tulajdonképpen az itt végzett hallgatóinknak a 100%-a azonnal 3 hónapon belül a munkaerőpiacon el tud helyezkedni. Germanisztika. Maga a germanisztika szaknak a német nemzetiségi szakiránya, amely oktatással foglalkozik a karunk. Szlavisztika, ezt már említettem, szlovák nemzetiségi szakirány. Az újlatin nyelvek és kultúrák körébe tartozik a román nemzetiségi képzésünk, ugye ez, ami a délalföldi szerepvállalásunkból adódó ilyen externália, tehát kiterjesztett szerepelvárás. Művészeti képzésekben is jó néhány igen nívós, és nagyon tartalmas, és egy, majd ezt látni fogjuk, hogy igen sokszínű diák élettel bíró képzése van a Juhász Gyula pedagógus képző karnak. Az első ilyen, amit szeretnék röviden ismertetni, ez a képalkotás alapszak. Ugye itt képeződnek azok a művészek, akik a grafikának, a festészetnek és egyéb más alkotó művészeteknek különböző ágaiban folytatják majd a pályafutásukat. Zenekultúra. Ez a művészeti intézetünk egy másik vezetőszakja, és itt a zenészek tanulnak nálunk, zenekultúra szakemberek végzettséggel. Közösségszervező. A közösségszervező egy nagyon régóta létező szak, sokszor újult meg, több alkalommal és több dimenzióban került átalakításra, modernizálásra. Ebben a pillanatban ez a közösségszervező szakunk az egyik legmodernebb szakja a Szegedi Tudományegyetemnek és a pedagógus képző karnak is. Az alapszakok között egy unikális a karunk esetében a műszaki szakoktató képzés, a tekintetben, hogy itt a mérnök karral és a természettudományi képzést folytató más szervezeti egységekkel, tanszékekkel közösen történik egy olyan pedagógiai képzési területi szakember képzése, amely a műszaki szakoknak az oktatásával foglalkozik. A következőek az osztatlan tanárképzések, itt ugye tanári mesterszakokról és osztatlan képzésekről beszélhetünk, és akkor itt szeretném azt ismét elmondani, hogy az ötödik standnál, az ötödik pultnál további részletekkel tudunk szolgálni majd. Énekzenetanár és a rajz-vizuális kultúra tanár, itt két olyan művészetközvetítő, művészeti tanári területről beszélhetünk, amely Magyarországon a 60-as évektől kezdődően üzemel a szegedi felsőoktatásban. Éppen az elmúlt héten volt a művészeti diáköröknek egy kiváló kiállítása, amely utána egy nagy hallgatói dzsamborivá alakult át, ahol a hallgatók és az oktatók egymást ünnepelték, és mi meg őket, hogy milyen szép alkotásokat tettek fel, majdnem azt mondtam, hogy tettek le az asztalra, de hogy tettek fel a falra. Igen, közösségi művelődés tanára és a könyvtáros tanár, ez is a Szilléri Sugár úti épületünkből induló képzésekről van szó, mind a kettő olyan tanárszak, amely párosítható számos más a Szegedi Tudományegyetemen, akár a bölcsészkaron, akár a természettudományi karon folyó tanárképzésnek, tehát nagyon jó párja lehet mondjuk, hogy olyan tanárszakoknak, szakpárban, amelyeknek nagyobb vagy igen nagy a hallgatói terhelése. Igen. Német nemzetiség és német nyelv kultúra tanár, szlovák és román nemzetiségi területnek a tanárszakjai, a következő technika, életvitel és gyakorlattanár, aztán természetismeret, környezet, tanít, egy érdemes egy pillanatra megállni. Ez a két olyan területe a magyarországi pedagógus képzésnek, tanárképzésnek, amit
bizonyára önök is hallottak erről sokat, nagy átalakulás van, új nemzeti alaptanterv közoktatása átalakítása történik, és ezek azok a területek, amely a következő sikerágazatai lesznek, tehát ezek a bizonyos science-nek, a természetismeretnek, a környezettannak a közoktatásbeli erősítése. Teszem hozzá, hogy ez egy globális igény, tehát hogy nem csak szakbarbárokat képezzen egy adott tanárképző intézmény, mint például a Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar, hanem hogy átfogó generális ismeretekkel mentorálni képes, hallgatói tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, fejlesztésre képes tanárokat. Ez a mi tanárképzéseinknek egyébként az egyik unikális része, erőssége. Testnevelő tanár, képzési terület, ez is a Sporttudományi Intézetünkben folyik hasonlóan az edző képzéshez. A képzést egy nagyon erős gyakorlatorientált jelleg az, ami országosan is vezetővé teszi. Felsőoktatási szakképzések, ugye tudjuk, ez a bizonyos felsőoktatási szakképzések rendszere, amely a kaput jelenti az alapképzésekhez, tehát ez tulajdonképpen a közép- és a felsőfokú oktatásnak, a felsőfokú oktatásnak az első lépcsőfoka, itt jó néhány képzésben a karunk az egyetemnek az egyik, mondjuk, hogy ilyen vezérképviselője a szakképzések területén. A szakképzések ugye abban az értelemben másabbak, mint az alapszakok, hogy 4 félévesek, tehát hogy rövidebb ciklusú képzések, és nagyon erősen gyakorlatorientáltak. Gazdasági informatikus képzésről beszéltünk az első helyen. Ez is egy olyan szakképzésünk, amelynek a munkaerőpiaci átmenete, ez a 100%-os arányt jelenti. Ezt ugye úgy vizsgálják az oktatáskutatások, hogy az első 3 hónapban, tehát az oklevél átvétele utáni első 3 hónapban végzett hallgatók hány százaléka találja meg az első rendes munkahelyét. Itt 100%-ról beszéltünk. Mérnök informatikus, ugyanezzel a paraméterrel jellemezhető. Természetesen itt mind a két, illetve hát az összes többi egy felsőfokú szakképzésnél egy gyors és szoros átmenet történik az alapképzésekre, úgyhogy azokat adott tantárgyakat kerít elfogadásra az alapszakokba is beszámítjuk. Műszaki felsőoktatási szakképzés, a következő, ez is egy 4 éves szakképzés, programtervező informatikus. Ugye két szakirányról beszélünk, két specializációról, az egyik az a fejlesztő iránya, a másik pedig a multimédia. Televíziós műsorkészítő. Itt talán egy fontos információ, hogy ez az intézet, amely a televíziós műsorkészítők szaknak a képzését folytatja, egy saját filmstúdióval, egy saját televíziós stúdióval rendelkezik, és 2 olyan televízió adás is fogható, úgy Szegeden, mint a régióban, amelyet azok a hallgatók készítenek, részben gyakornokként, részben gyakorlatként, részben pedig pályakezdőként, akiket itt képeznek a tanár úrék ezen a szakon. Mesterképzésekről csak nagyon röviden, mert szeretnénk azt is megmutatni önöknek, amit az előbb említettem, hogy 3 év után tovább tanulási lehetőségeket is biztosít a Szegedi Tudományi Egyetem és maga a mi karunk is. A hallgatóink egy jó része az marad a kar kötelékén belül, ami azért egy fontos dolog, mert tulajdonképpen ez valami olyasmi, mint amikor az első bankkártyáját az ember kiváltja, tulajdonképpen, hogyha azt tapasztalja, hogy az elégedettség érzését kapja a szolgáltatótól, akkor nem cseréli, nem váltja le. Ilyen módon a Szegedi Tudományi Egyetem, amely az önök életének egy meghatározó része lehet, és nagyon komoly hozzáadott értéket adhat az önök életpályájához és a későbbi boldogulásához, és ezen belül a Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar is egy valami ilyen jelenségként működik, ahogy ezt mi látjuk a hallgatóinkat vizsgáló kutatások körében, aminek a magja, a krédója az az a szellemiség, amit ugye Juhász Gyulás légkörnek, Juhász Gyulás mikroklímának, Juhász Gyulás szellemiségnek nevezhetünk. Erről majd a hallgatói önkormányzat elnöke fog önöknek beszélni. Kulturális mediáció, andragógia, közösség és civil tanulmányok, Közép-Európa tanulmányok, kisebbségpolitika,
mentálhigiénés, közösség és kapcsolatépítő. Ugye itt érthető és látják, hogy azokra a szakokra, amely a humaniórák, tehát hogy az emberekkel való, pici emberekkel vagy nagyobb emberekkel, fiatal és még fiatalabb emberekkel való foglalkozásnak a műhely titkait, a hétköznapi praxisát, annak a gyakorlatát adja át alapszakokon, a karunkon, magas minőségben, a hallgatók bevonásával, kooperatívan és közösségben. Ugyanezt történik ezeken a mesterszakokon is. Ennek a rövid kis előadásnak a végén itt szeretném még egyszer fellibbenteni, idevetíteni ezeket a felsőoktatási rangsorban elfoglalt helyezésünket, vagy helyezéseinket. Mi azt gondoljuk a dékán úrral és a dékáni vezetéssel, majd zárójelben jegyzem meg, hogy tulajdonképpen három, a dékán úr mellett még három dékánhelyettes kollégám is a karunk diákja volt egykor. Tehát nekünk pontosan azok azt jelentik, azok a falak, ahol ma tanárként járunk be, mint ahol megismertük az első szerelmünket, kedves drága feleségemet, aki ott az utolsó sorban csücsül, és a gyakorlóiskolánknak a szakvezető tanára. És intézeteink és tanszékvezetőink 80%-a a karunkon végzett. Én azt gondolom, hogy nem csak az a 150 ezer végzett hallgató, nem csak a felsőoktatási rangsorok, nem csak a munkaerőpiaci szereplőknek a visszajelzése a tekintetben, hogy magas minőségű azoknak a fiataloknak, pályakezdőknek a tudása, akik elhelyezkednek a munkaerőpiacon, hanem az a közösségiség, amelyben a mi karunk egymást is tanítja, hiszen mi sokat tanulunk a hallgatóinktól, az újabb és újabb generációktól. Ez adja azt, hogy büszkén állhatunk mi ide önök elé, és mutathatjuk meg ezeket a sikereket, eredményeket, ami természetesen nagy felelősséget jelent mindannyiunk számára, hiszen önök majd egy olyan közösség tagjai lesznek, amely ezt a fáklyát fogja tovább vinni, amelyet 90 évvel ezelőtt Szegeden az akkori erődeink fellobbantottak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várjuk önöket természetesen a pultnál, az 5. stadnál, illetve szeptemberben a karom. Sziasztok! Én kaptam ezt a remek lehetőséget, hogy elmondhassam nektek, hogy milyen is a Juhász Gyulán a közélet. Mindjárt kapcsolunk egy PPT-t. Szóval összegyűjtöttem nektek, hogy miért is jó jújusnak lenni. Ugye van egy saját jújuklubunk, amit az órák közben, az órák helyett és bármikor látogathattok. Egyébként ez az egyetemen csak nekünk van egy ilyen saját klubunk. Ugye családias a környezet, közvetlen oktatók, jó hangulatú közösség. Ugye ez annak is köszönhető, hogy majd látjátok, hogy rengeteg szeminárium van. A szeminárium az azt jelenti, hogy van katalógus, be kell járni, viszont nem vagytok olyan nagyon sokan egy-egy kurzuson. Ennek az az előnye, hogy majd ismeri fog titeket név szerint az oktató, és higgyétek el, hogy ez nagyon-nagyon hatékony lesz tanulás szempontjából, és sokkal könnyebb lesz egy ilyen kurzust teljesíteni, mint egy olyan előadást, ahol vagytok körülbelül 400-an, és még ugye bejárni sem kötelező, higgyétek el, hogy ez egy nagyon előnyös dolog. Magas színvonalú, tradicionális rendezvények, erre mindjárt kitérek, és nem utolsó sorban ugye piacképes diplomát kapunk, amit ugye említettek is a dékán úr és a dékán helyettes úr. Ugye az egyik nagy rendezvényünk, amit a tradicionális rendezvényeknél mondtam, az a Juhász Gyula napok. Ez 1996 óta van, most idén volt a 23. és ez gyakorlatilag minden egyes Juhász Gyula napoknak van egy témája, és ebbe a témába felöltöztetjük a hattyasort, és ezre a témára is a csapatok készülnek. Ez egy remek csapatépítő, és a karon tanuló hallgatók részt vesznek. A szakok, baráti társaságok indulnak el csapatban, és este koncert, illetve buli. A nyertes csapatkapitánya lesz a csillagszemű juhász. Ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés a karon. Hogyha valaki csillagszemű juhász lesz, és a vezére az egyik csapatnak is megnyerik, akkor ő a buliba biztos, hogy ingyen fog inni. Szóval nagyon nagy a motiváció, és hoztam nektek egy képet, amin látható, idén a téma a mese volt, és a Gru mesét dolgozta fel az egyik jója csapat, és az volt a nevük, hogy Grugyu, és a táncos produkciójukat itt adták elő, és itt lettek lefotózva. A következő nagy rendezvény az a
ti egyetemi életeteknek az első állomása a gólyatábor. Ugye itt megismerkedünk a gólyatársainkkal, leendő szaktársainkkal, ugye a felsőbbévesekkel és néhány oktatónkkal. Ez egy életre szóló élmény, 4 napos, és mindig megkapjuk, hogy miért csak 4 napos, mindenki ott akar maradni. És ugye itt felfedezzük a várost, a Juhász Gyulás épületeket, amikor majd eljöttek, akkor higgyétek el, nagyon nagy segítség lesz, hogy ú, igen, én itt már voltam, á, igen, ebbe az épületben már voltam. Úgy rakjuk össze mindig a vetélkedőket, hogy itt már az első impulzusban is segítsünk titeket, úgyhogy nem is veszitek gyakorlatilag észre. Nem kötelező semmilyen feladatban részt venni. Hogyha azt gondoljátok, hogy ez a feladat számotokra nem szimpatikus, hátréptek 2-t, és nem csináljátok meg. Nekünk az a célunk, hogy ti jól érezzétek magatokat, és hogy segítsünk nektek. Ugye előadások az ösztöndíjakról, az egyetem rendszeréről, hogy tényleg megtapasztaljátok, hogy annyi minden fog rátok szakadni, hogy tényleg nem akarok csúnya szót mondani, de nagyon nehéz lesz, és ugye sok pénzről is lehet szó, hogyha az ösztöndíjakról lemaradtok, szóval ez nagy segítség lesz, és a szakmai napon pont erre fogjuk a hangsúlyt fektetni, hogy eljönnek a dékán úraik, intézetvezető urak, a tanáraitok, és előadnak olyan előadásokat fognak tartani, ami szintén az első lépésekben fog nektek segítséget nyújtani. Este ugyanúgy koncert, buli, és hoztam nektek egy sportvetélkedős képet. Az utolsó nagy rendezvény, ami most nekünk 2 hete volt, ez a Juhász Gyula bál. Itt a hallgatók és az oktatók is egyaránt részt vesznek, pedig nincs is katalógus. Ez egy elegáns esemény, lehet vacsorázni, táncolni, mármint táncot úgy értem, hogy van megnyitó tánc, és a hallgatók tudnak jelentkezni a nyitótáncra. Van bálkirály, bálkirálynő választás, karaoke, csokiszökőkút, fotósarok, szelfigép, póker, minden, amit igazából egy fiatal szeretne. Egy képet hoztam nektek, egyébként ugyanitt volt a bál, ahol most vagyunk, nem ebbe a terembe, de kint az aulában. Körülbelül 800 ember volt, tehát a végén már sold out volt, nem is tudtunk beengedni már senkit. És az, amit még szeretnénk nektek mondani, az a kis rendezvények. Ugye szoktunk hallgatói fórumokat tartani, ami azt jelenti, hogy meghirdetünk Facebookon egy eseményt, és megmondj, melyik terembe, hány órakor kezdődik, eljöttök, és hogyha esetleg valamilyen tanulási nehézségetek, vagy bármilyen gondotok van, akkor egyfajta brainstormingolva megbeszéljük, és megpróbáljuk megoldani a problémát. Ugye van a sport, van a Juhász Gyula kupa, itt a fut, minden hétfőn van ez, hétfőn, tehát mindig futcál van, az állandó, és mellé mindig hozzácsapunk egy másik sportágat, most futcál, röplabda volt, következő fél évben futcál és kézilabda lesz, vannak egyszeri sportrendezvények is, most volt pingpong verseny, jövő fél évtől teniszedzések lesznek, amik természetesen ingyen látogathatóak, vannak karaoke estek, kocsmatúra, póker, slam poetry, társasest, Xbox Night. Igazából itt mindig azokat a rendezvényeket csináljuk meg nektek, amire igény van. És ami fontos, hogy van az úgynevezett szakos érdekképviselet, és ti is tudtok ebbe jelentkezni, és ti is tudtok jönni rendezvényt szervezni, akár hogyha mondjuk sport és rekreáció szakos hallgatók szeretnétek lenni, ez remek referencia lesz, de ha esetleg kedvet kaptok, és csak szeretnétek kibontakozni, akkor ez egy nagyon jó lehetőség rá. Ja, vannak ez az összegyetemi rendezvények, van az összegyetemi gólyatábor, hogyha eljöttek a gólyatáborunkba, a kari gólyatáborba, akkor az összegyetemi gólyatábor az nektek ingyenes lesz. Van a szegedi egyetemi napok és az összegyetemi gólyabál. Ezeket úgy képzeljétek el, mintha egy ilyen ugyanaz, mint a szín, csak teljesen más. Tehát, hogy nem 30 ezer ember van, hanem mondjuk 2 és 5 ezer között, viszont nem 35 ezer a bérlet, hanem 3 ezer. Szóval nagyon hallgatóbarátok az árak, és nagyon nagy buli. Tegye fel a kezét, akinek van okostelefonja. Na, akkor gyorsan lőjetek róla egy képet, és a QR kód alapján megtaláltok minket Instán, meg Facebookon is, illetve a jobb felső sarokba pirossal van egy telefonszám, ott is elértek minket, hétfőtől péntekig, általában 10-től 4-ig, pénteken 1-ig, kedden meg 6-ig, de hívtok minket, akkor elértek, és én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk a gólyatáborban. Sziasztok!